Sziasztok, itt Belkovics Vilmos. A mai videóban a 4x4-es Mojo Ausu M kockát fogom bemutatni. Kis szép dizájnos dobozban érkezett. Na lássuk. Kaptam hozzá leírást. Ezt minden kockához adnak egyébként. Itt lépésről lépésre le van írva, hogy hogy kell kirakni a kockát. Kaptam hozzá ilyen kis kártyákat, reklámkártyákat, és kaptam mágnest a kockához, ugye ez egy mágneses kocka, és ha kipattam belőle valamelyik mágnes, akkor nyugodtan ezzel be lehet mágnesezni, és akkor lássuk magát a kockát. A színösszeállítása remek. Ha összehasonlítjuk egy Kiwan 4x4-essel, akkor ennek a Mojo Ausunak egy picit nagyobb a mérete, ha pontosan megnézzük, és ennek egy kicsit eredetibbek a színei, mert ugye itt ez a világos kék és a pirok színekben is van eltérés. Itt egy kicsit talán zavaró lehet az, hogy a piros az túlságosan sötét nekem. Itt viszont ilyen rózsaszínes árnyalatot használtak, de akkor ez a fajta piros jobban tetszik. Ha a kockát így a belső dupla rétegen megforgatjuk lassan, akkor a forgatások végén lehet érezni, hogy megakad, mivel mágnes van benne. A külső rétegek forgásán ezt már nem annyira lehet érezni, de akkor nézzük a forgását a kockának. Tegnap érkezett meg ez a kocka, és még nem járattam annyira be. Még az egy kicsit idegesítő lehet, hogy ha így forgatom gyorsan, akkor itt a belső rétegeknél valahogy beakad, mert annyira nem jó a corner cut-ja. A Kiwanon ilyen 20 fokot így le tud talán vágni nehezen, itt viszont nem tud már annyit levágni. Emiatt egy kicsit akadozik néha a kocka. A belső corner cut-ja 20 fokot le tud vágni, tehát ez egy kicsit jobb, mint a külső. De egyébként nagyon jól forog a kocka. Ilyen, hát akik pontosan tudnak forgatni, tudom ajánlani ezt a kockát versenyekre, mert nagyon jó. De általában a Ki Mofange Vokyue, és amit itt is láthattok, a Kiwan S 4x4-es kockának az anyagában színes, és annak a mágneses változatát használják versenyekre, tehát az én kockáim közül a Kiwant tudom ajánlani. És puhán forog a kocka, mivel a mágnes stabilizálja a kockát. Tehát ennyit szerettem volna elmondani erről a kockáról, mindenképpen tudom ajánlani. Ha tetszett ez a videó, akkor nyomjál rá egy lájkot, és ha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, ha nem akartok lemaradni a további videóimról. Sziasztok!